Sziasztok, köszöntöm a kedves nézőket! Igen, elérkezett a nagy visszatérő videó. Egy ideig eléggé döglődő állapotban volt a csatorna, ezt gondolom mindenki észrevette. De fel sem merült, hogy beszüntessem, csak különböző nehézségek adódtak. Erről is majd beszélni fogok a játék közben, lesz bőven holt idő. És hát akkor magáról a játékról. Ha már így hosszú idő óta ez az első videó, ráadásul a hosszú idő óta az első kommentáros videó, és egyben 100 feliratkozós videó is. Köszönöm mindenkinek, aki feliratkozott. Igazából így belegondolva, amikor én elkezdtem ezt a csatornát, a fene se gondolta volna, hogy valaha max. 1-2 tucatnál több feliratkozó lesz. Nem gondoltam volna, hogy olyan szinten is érdekli ez az embereket, hogy képesek feliratkozni rá. Meggondoltam, hogy fölteszek végigjátszásokat, natur gameplay-eket, aztán ha valaki érdeklődik egy játék iránt, rákeres, véletlenül megtalálja, megnézi, és ennyi. Tehát nem nagyon gondoltam, hogy ennek van, hogy erre van kereslet, de mint látom, azért valamelyest van. Nem annyira, mint más trendi tartalmakra, de nem is az a célom, hogy itt most az éppen aktuális divat hullámot meglovagoljam. Szóval nem akarom szaporítani a szót, köszönöm mindenkinek a feliratkozást. Igaz, hogy azóta már 114 feliratkozó van, amit szintén köszönök, de amikor a 100 megvolt, akkor videózásra alkalmatlan állapotok uralkodtak. De erről is majd később. Hát maga a játék 2000-ben jelent meg. Egy tömegközlekedési szimulációs, tömegközlekedési gazdasági szimulációs játék. És ezt nagyjából úgy a 2000-es évek elején, tehát nem sokkal a megjelenése után szereztem meg. Vagy főiskola utolsó évébe, vagy utána egy-két évvel, nem tudom. 2001-ig voltam főiskolás. És hát ami két dolog lepett meg. Egyrészt, hogy brutálisan jó árba volt ez a játék, mert emlékeim szerint 2000 forintba került. Hát 1999 forint, ilyen. Az a marketinges 2000. És akkoriban eléggé ráéreztem arra, hogy nagy áruházakba, nem mondom ki a nevét, de úgyis mindenki tudja, hogy melyikbe, voltak bizony nagyon jó árba, nagyon jó játékok. Most már annyira az alacsonyabb árkategória már úgy eltünedezett a kínálatukból, de akkoriban piszok olcsón meg lehetett szerezni piszok jó játékokat. Persze, nem az éppen aktuális sláger termékeket, de többször bebizonyosodott, hogy attól, mert mondjuk valami esetleg egy-két éves, vagy esetleg nem a legtrendibb cég adta ki, attól még lehet nagyon jó játék. Jó, nézzük magát a játékot. Egy ilyen kissé minimalista menürendszer fogad minket. Ja, hát az intro. 2000-et írunk. Ennek a játéknak az intrója 2000-ben azért úgy eléggé ott volt a mezőnyben. Jó, a zenéje az engem nem győzött meg, tehát lehetett volna kellemesebb is. Bár,
ha most így elkezdenék filózni, pont illik mondjuk egy hajnali munkásjáratnak a hangulatához. De grafikailag úgy rendben van. És a másik dolog, ami meglepett, az, hogy az akkori nem túl acélos gépemen lazán elfutott. Az a gép egy Pentium 2-es 400 MHz-es masina volt. Igen, 400 MHz-es. Azt hiszem 64 MB RAM-mal. És Windows Millennium-mal. Na, az volt az utolsó rendszer, amin ez a játék rendesen futott. Ugye 2000-es a játék. Hát természetesen a Windows NT vonalat nem igazán támogatta egyik játék se akkoriban. Amiből ugye a XP és a további Windowsok kinőtték magukat. Az XP az 2001-ben, vagy 2-ben, 2001-ben úgy emlékszem, akkor jelent meg. Tehát esése volt rá, hogy azt úgy maximálisan kompatibilisre megcsinálják. És hát amikor lett új gépem, hát szomorúan tapasztaltam, hogy addigi kedvenc játékom, Traffic Giant, abszolút nem indul el. Hát jó, próbálkoztam mindenféle kompatibilitási beállításokkal, olvasgattam utána neten, hogy hát ha találtok valami trükköt rá, vagy mit tudom én. Igazából nagyon kicsi a támogatottsága, interneten is alig lehet róla információt fellelni. Aztán egy idő után feladtam, mert próbálkoztam. Hát a gépem annyira nem volt erős, hogy feltegyek rá egy PC emulátort, valami virtuál PC-t egy régebbi Windows-zal. Jó, hát fel lehetett, de mondjuk úgy, hogy azon egy kortárs játékot, majdnem kortárs játékot elfuttatni, az felért volna egy öntökön szúrással. Úgyhogy le is tettem róla. Hát a régi gépemet meg annyira nem akartam szétdúlni a szobát, hogy állandóan annak is helye legyen. Így is kevés a hely. Úgyhogy egy időre feledésbe merült ez a játék. Aztán idén, amikor lett új gépem, természetesen eszembe nem jutott, hogy esetleg ez reális lenne, hogy ez elfusson. Úgy terveztem, hogy majd felteszek egy virtuál PC-t, abba egy Win95-öt, aztán elfuttatom azon. De gondoltam, hát én ilyen kísérletező kedvű ember vagyok, ami egyébként szerintem, aki informatikai pályán mozog, annak elengedhetetlen, hogy legyen benne némi kísérletezési vágy, de ez más sztori. Szóval kísérletező kedvű ember lévén, hát gondoltam, föltelepítem. Hát leesett az állam, amikor elindult. Csont nélkül. Rendszergazdajuk az kell hozzá. Nyilván, tehát ez még a Windows 95-98 millenniumos korszakban jelent meg. Akkoriban pedig ugye minden rendszergazdajogokkal futott. De ez legyen a legkevesebb. Simán elindul. A menü rendszerébe vannak hibák, kisebb bugok. Nem mindig látszik minden felirat. Van, hogy rákattintunk valamire, és ugyan érzékeli, tehát jól működik a játék, csak nem jeleníti meg, vagy későn jeleníti meg. De ezt leszámítva tökéletesen megy. A scrollozás az egy kicsit túl gyors, hát nyilván nem ilyen színvonalú gépekre tervezték. Nem egy négy magos, aktuálisan középkategóriás procira, hanem egy Pentium 2-re. És egyébként, ha nagyon sok objektum van a pályán, tehát azért programozás technikailag lehetett volna még mit csiszolni. Ettől persze egy remek játék, tehát én nem akarom leszólni.
De a mostani gépemen is néha ugyanúgy be tud lassulni, hogyha nagyon sok objektum van a pályán, mint annak idején a Pentium 2-esen. Jó, hát mit akartam még elmondani így kezdésnek? Valamit még akartam, de mindegy, majd közben eszembe jut. Ja, igen, azt, hogy iszonyatosan nehéz hozzájutni ehhez a játékhoz. Kis példányszámban adták ki. Nagyon hamar elfogyott. Több kiadás nem is élt meg, illetve de azt hiszem három különböző verzióban adták ki. Kiadták az alapverziót, kiadták a Gold verziót, ez van meg nekem. Ez annyival tud többet, hogy mindjárt mutatom. Nem itt. Itt. Az eredeti kampányokhoz még hozzácsaptak egy kampány feladatsomag, plusz néhány pályát, amire rákattintottam, de látszik, hogy nem pirosodott ki. De érzékelte. Amiben 15 új küldetés van. És utána még volt egy kiadás, ha jól emlékszem, amit Magyarországon ki se adtak. De az is nagyon hamar lecsengett. Utólag se adtak ki, mit tudom én, HD verziót belőle, mint most szokás a régebbi játékokból. De szerencsére fut, úgyhogy mi is fussunk neki. Ja, ami még nehézséget okozott, hogy a fenébe rögzítsem ezt a játékot. Hát a mostani gépem az elég erős arra, hogy rendes képernyőrögzítő szoftverekkel működjön. Viszont a játék az nem túl szabványos képernyőkezelési technikákat alkalmaz, tehát semmilyen hardware közeli rögzítő eszközzel nem lehetett felvenni a képét. Fraps az fel se ismeri. Tehát nem ilyen DirectX, meg OpenGL, meg ilyesmit használ. Úgyhogy maradtak a hagyományos képfelvevők, amik skubizzák a képet, aztán képkockánként próbálják másodpercenként minél többet rögzíteni. Aminek az lett a hátránya, hogy mivel, mint mondtam, eléggé sajátságosan kezeli a képernyőobjektumokat. Nem néztem utána, hogy pontosan a háttérbe hogyan, annyira azért nem foglalkoztat a dolog. De bizonyos mozgó objektumok rohadtul villognak a végigjátszás során, a gameplay során. Még nem tudom, hogy végigjátszás lesz-e. Hát, ha ez valakit zavar, mert azért tényleg elég zavaró, attól akkor amellett, hogy elnézést kérek, hát ha szeretné végignézni, akkor kitartást, ha nem, akkor nézzen egy kellemesebb videót, nem tudom, hát sajnos ezzel nem tudtam mit csinálni. Egy hardveres felvevő lehet, hogy megoldotta volna a problémát, de az most jelenleg nem áll rendelkezésre. Na de, túl sokat szövegelek, nézzük, hogy miket is lehet csinálni a játékban, milyen játékmódok vannak. Itt ez a folytatás menü, ez a legutóbbi félbehagyott játékot megpróbálja automatikusan elmenteni a játék, azt lehet itt folytatni. Természetesen van normális mentés is. A kampány, most az eredetiben fogunk kezdeni, amire rákattintottam, csak ugye nem látszik, de egyébként ha visszamegyek, akkor itt már látszik, hogy ki van pirosodva.
Ez is egy 15 pályából álló küldetéssorozat. Itt van egy kis mintakép a városról. Itt alul látszik a térképe. A város jellemzői, egy kis leírás, és hogy milyen célokat kell elérni. Ez most be van sötétítve, mert ez még nem elérhető. Egyetlen egy érhető el, amit ha teljesítettünk, utána jöhet a következő, meg az azutáni, meg az azutáni, stb. Ja, még egy visszamenőleges információ. Ha netalántán valaki ezt a játékot megszerzi, fogok itt tippeket, trükköket mondani, hogy mit, hogyan lehet. Az intrót nem muszáj minden esetben végignézni, már mondom, szerintem nagyon tetszetős intro, de amikor az ember már 41-ére játszik, akkor nem biztos, hogy szeretné ezt a 2,5 percet végignézni. Na most itt hiába kattingat az ember balegérgombbal, enterrel, space-szel, semmire nem reagál, csak a jobb egérgombra. Tehát az intrót jobb egérgombbal lehet átugrani. Végtelen játék. Na most ez a tipikus free play, amikor elkezdesz egy játékot, és te magad szabadon addig szórakozol vele, ameddig akarsz. Itt is azt hiszem meg vannak határozva bizonyos, amúgy irreálisan magas célok. Találtam olyan pályát, amin szerintem nem is lehet teljesíteni, legalábbis nekem nem sikerült. Fizikailag nem lehet akkora részt lefedni, amekkora lefedettséget igényel a játék. Mindegy, itt nem is ez a lényeg, ez egy ilyen sandbox jellegű szórakozás, ahol hát tipikusan az olyan játékosoknak való, amilyen egyébként részben én is vagyok, akik szeretnek itt csak úgy mindenféle kötöttség nélkül játszadozni, építgetni, nézni, hogy mi hogyan van, mire hogyan reagálnak a objektumok, stb. Hát, hogy ez konkrétan ez a valós modell, meg az egyszerű modell, az mit akar, arra rengeteg játék után sem tudtam teljesen pontosan rájönni. Az egyszerű modell, mintha egyszerűbb lenne, könnyebb lenne. De mindegy. Van 3 fokozat. Jé, itt reagál. És stílszerűen a kép is változik, egyre borúsabb képvé. Ez is 2000-es évek elején ez eléggé tetszetős effektus volt. Nyilván kezdő a legkönnyebb, normál az a normál, a közepes fokozat, a hivatásos pedig a legnehezebb. Én általában vagy kezdőbe, vagy normálba szoktam. És ami a lényeg, vállalkozó vagy forgalmi megbízott. Itt már megint nem reagál, de ha... Nem. Jó. Érdekesen működik a menürendszere. Mondom, ez régebbi Windows-on tök jól működött. Mostaniakon már annyira nem. Egyébként érdekes, hogy az ezelőtti gépemen vajon miért nem mehetett? A mostani újabb, ami elvileg kevésbé kéne, hogy kompatibilis legyen, azzal megmegy. Én arra a következtetésre tudtam jutni, hogy ez valószínűleg videókártya probléma volt. Az akkori gépem videókártyának a drivere nem fért össze ennek a játéknak a képernyő kezelésével. De, bocsak is kitérvér, szóval, vállalkozó. Vállalkozónál vannak ellenfelek. Igaz, hogy ez a játéknak a free play része, de lehet ellenfeleket választani. Hát természetesen a cél, hogy a te közlekedési vállalatod legyen a legjobb a városba. 3 ellenfél közül lehet választani.
teljesítményük szerint ezek így mennek csökkenő sorrendbe, tehát a legalsó nem akarom jellemezni, hogy milyen kinézetű. Ő igazából a legkönnyebb ellenfél, tehát aki egy kicsit minimálisan ráérez a játékra, az lazán lenyomja őt. Aztán a következő hölgyemény, ő már egy kicsit keményebb dió. Hát vele azért úgy partiba lehet lenni. És ez a diplomata kinézetű, gyengén borotvált bácsi, ő pedig a legnehezebb. Természetesen, ha nagyon mazohisták vagy... Nagyon mazohisták vagyunk, vagy szeretjük a extrém kihívásokat, mindegyiket be lehet pipálni, és akkor három közlekedési vállalattal kell szembenézni. Ez egyébként feletté izgalmas, és rohadtul be tud lassulni a játék, amikor már mindenkinek 15 vonala van, meg 60 járműve, de én ezért szoktam általában egy vagy maximum kettő ellenfelet választani. És van a forgalmi megbízott. Amikor nincsenek ellenfelek, ahogy a játék típus neve is mutatja, te csak egy forgalmi megbízott vagy, akinek nem kell törődni az ilyen vezetői dolgokkal, hogy hogy nyomjuk le a másikat, egyszerűen kapsz egy térképet, és azon építs ki egy minél hatékonyabb tömegközlekedési hálózatot. És hát elvileg van több játékos mód, igen, be is jött. Kicsit későn reagált a kattintásra. Ezt igazából soha nem tudtam kipróbálni. Mégpedig azért, mert amikor a játékot vettem, akkor azt hiszem még internetünk se volt. Vagy volt. Azt is valamikor 2000-2001 környékén köttettük be. De hát interneten más találni, aki ugyanezzel játszik, egy olyan játékkal, amit alig adtak ki néhány példányban. Hát jó, azért a néhány az azért gondolom jó pár ezer vagy tízezer, de a mai több milliós eladásokhoz képest az kutya füle. Tehát esélytelen volt bárkit találni. Soros kapcsolat, mindenféle politikai referencia nélkül. Na, miért is soros kapcsolat ez? Valaki tudja-e? Egy kis retro információ. Az internet elterjedése előtt, hát valahogyan akkor is össze kellett kapcsolni a számítógépeket, akkor is léteztek már számítógép hálózatok. Csak jellemzően jóval kisebb kiterjedésűek. Legtöbb esetben a számítógép hálózat az általában kettő darab gépet jelentett, amit multiplayer játék céljából kötöttek össze, és ezt akkoriban kétféle kábellel lehetett megoldani. Volt a soros kábel, meg volt a párhuzamos kábel. Némelyik gépen még most is van, tehát ami gépet most vettem, egyébként egy AMD processzorral felszerelt ASRock alaplapos, szerintem egész jó masinát, tehát ezzel megint el leszek egy 7-8 évig. Nem divat ma már egyik portot se rátenni, de ezen van még soros kábel. Amikor ezt a soros csatlakozót kialakították, ami egyébként pont ugyanúgy néz ki, mint a VGA port, csak annak az inverze, és sötétzöld színű. Ezeket vagy modem csatlakozására használták, illetve voltak soros porti egerek is. Még poénból nekem megvan egy, rá is van csatlakoztatva a gépemre. Mozog is rendesen szépen. Semmi gyakorlati haszna nincs, puszta retróból érdekességképpen oda tettem egy második egérnek. Lényegtelen.
Illetve voltak soros összekötő kábelek. Most ez számítógépek összekötésére használták. A másik ilyen a párhuzamos kábel volt. Na most a párhuzamos kábel az tipikusan a nyomtatóportra csatlakozott. Lehet, hogy most ezt már hiába emlegetem így, hogy nyomtatóport, mert jó ideje már az összes nyomtató milyen, USB-s. Esetleg hálózati ethernetes, de az a ritkább. Eredetileg a nyomtatók párhuzamos portra csatlakoztak, ami egy ilyen hasonló volt, mint a soros port. Vagy annak az inverze? Most ezt meg nem mondom már, hogy nőstény vagy kam volt maga a csatlakozó, de azt hiszem nőstény. És tehát olyan volt, mint a soros kábel, soros port, már félre beszélek. Később van ilyenkor éjjel kettőkor. Igen, korábban lett volna fölvéve, csak mire a felvevőt be tudtam állítani, hogy a hangot is tudja venni, meg normálisan vegye, nagyjából normálisan. 15 tesztfelvételt megcsináltam, mire sikerült beállítani. Szóval a párhuzamos kábel, vagy nyomtató kábel az nagy kinézetre hasonlít a soros kábelre, csak jóval szélesebb. És régen bizony ahhoz csatlakoztak általában a nyomtatók, meg a szkennerek. És rózsaszín színük volt. Később, eleinte még nem színezték őket, de ugye a 90-es évek felé terjedt el, hogy az egyszerűség kedvéért mindennek adjunk színkódot. Átviteli sebességük, hát mai szemmel nézve röhelyes volt. Én egyszer soros kábellel 10 megabajtot át akartam préselni egyik gépről a másikra. Nem tudom, ez kinek mond valamit, de hogyha egyenként 1,44 megás csomagokra szétszedtem volna, és floppingként átviszem az egyik gépről a másikra, jóval hamarabb végeztem volna. Ugyanis a 10 megabajtot egy óra alatt vitte át. Szóval ez volt a soros kábelnek a színvonala és sebessége, amúgy megbízható kábel volt. Viszont játékoknál tökéletes volt, mert hát annyira sok adatot nem kellett egy ilyen multiplayer játékhoz akkor még továbbítgatni. Azt a pár kilobájtot meg simán át lehetett tized másodpercek alatt passzírozni rajta. Kilobájtot, pár bájtot. Vagy igazából nagyon optimálisan megcsinálták a szinkronizálást az egyes játékosok között. A párhuzamos kábelről még annyit, hogy párhuzamos összekötő kábel is volt, amivel össze lehetett gépeket kötni. Ez jóval gyorsabb volt, mint a soros. Elvileg azt hiszem 8-szoros sebessége volt. Tehát azért ott egy 10 megás fájl az átment egy kevesebb, mint 10 perc alatt. Hogy ez a LAN hálózat, ez miért nem elérhető, fogalmam nincs. Nem mintha fennállna az a veszély, hogy itt aki egy hálózaton van velem, az most traffic giantezne. Addig azért, de ha jó lenne. Mondjuk IP címnek itt az internetnél be lehet állítani helyi címet, tehát elvileg LAN-on is lehet, nyilván. Ez gondolom az ilyen IPX-es meg SPX-es hálózatokra volt kitalálva. Na de tényleg már ne pofázzunk annyit, mert nem tudom hányan fogják ezt megnézni, de szerintem a fele az már elment inkább aludni. Vagy egyet fagyizni, attól függ, hogy milyen napszak van, és milyen évszak. A kampánnyal fogunk kezdeni. Még egyszer mondom, bocs azért, hogy össze-vissza remegni fog a kép.
Remélem a felvétel még megy, mert ha kiderül, hogy vaktába beszélek, akkor menten Csajkovszki aranyfácán szindrómát kapok. Igen, ez egy jó nyelvtörő. Nézzük, Limington. Nem tudom, hogy ezek a városok mennyire kitaláltak, vagy mennyire épülnek valós alapokra. Szerintem inkább az előbbi. A térkép méretből is van kicsi meg nagy. Meg az nagyon nagy nincs. Azért megnézem a másiknál is. Nem itt. Itt. Nem, csak kicsi meg nagy van. Lakosok száma 3782. Igen, tehát lakosok száma az eleve meghatározza, hogy mennyire lesz, hogy milyen taktikákat kell alkalmaznia játék során. Tehát nem mindegy, hogy most mekkora, milyen útvonalakat, milyen sűrűn, milyen járművekkel csinál az ember. Az ilyen kis településszám, na. Nem akarok vágni, de sokat bakizni se. Kis lakosszámú településeknél általában jobban megéri kisebb forgalmú, kisebb kapacitású járművű és olcsóbb eszközökből vonalakat felépíteni, mert gondolom ez egyértelmű. Elsőnként itt Limingtonban tudod kipróbálni, hogy valóban létre tudsz-e hozni egy működőképes helyi közlekedési rendszert. Az áttekinthetően felépített városban ez a feladat nem jelent számodra problémát. Ja igen. Hát nem mindegy, hogy mi hogy van felépítve egy város, mert vannak annyira szadista módon elcseszett konstrukciók, hogy első ránézésre úgy tűnő, hogy ez egy tök könnyű. Aztán amikor úgy szembesülünk azzal, hogy innen egy helyről 6-szor annyi ember akar menni, mint amennyi egy busz megállóba egy normál menetidő alatt befér, aztán a második megálló után leszáll mindenki, onnantól kezdve kihasználatlan a járat, tehát na, szóval van benne izgalom. Követelmények a negyedik év végéig. Több fokozat van. Kaphatunk egy csillagos, két, illetve három csillagos értékelést a játék végén, attól függően, hogy a negyedik év végén mire jutunk. A cégérték minimum 1 milliót. Nem tudom, milyen pénzben mér ez. 1 millió pénzegység. 1 millió pezó, mondjuk. Csak mert tutira nem az. A cél 2 csillaghoz 1,5, 3 csillaghoz 2. A pénz egyébként eleinte eléggé sarkalatos pont, de ha beindul az üzlet, akkor onnantól kezdve az nem lesz probléma. Lefedettség 40, 60, illetve 80%. Induljunk! Ez most nekem is villogott az elején. Igen, látjuk, hogy az autók azok bizony mocskosul villognak. Nem tudom, milyen sprite vagy mi az a másik, ami olyan, mint a sprite, csak nem hardveres, nem tudom. Kezelést alkalmaz, de érdekes. Na, ez maga a játék, ilyen szép izometrikus kinézetű. Itt van a térkép. És hát most egy kicsit tökölni fogok, tehát nem vágok bele egyből, mint ahogy szoktam. Ismerkedjünk meg először, ott egy strand, a kezelőfelülettel. Egyébként a különböző objektumokhoz ilyen előre rögzített hangeffektek vannak. A boltoknál ilyen pénztárgép, szalagnak a nyekergése.
vannak így autóhangok. Ezek mondjuk nem túl változatos effektek, de szerintem nagyon jó hangulatot adnak, tehát éreztetik az adott városrésznek a hangulatát. Van stadionunk is. Na hát nézzünk meg, ja hát mondom, a scrollozás, amikor kevés épület van a pályán, akkor eléggé vad tud lenni, de meg lehet szokni, tehát nem vészes. Nem olyan, mint amikor a úgymond aranykor van a 4,77 MHz-re fixen megírt programokat. Vadi újjan megvásárolt 30 MHz-es gépen el akartuk futtatni, és mire egyet pislogtunk volna, addigra már game over. Szóval azért nem olyan vészes. Na, hát... ugye vár egy korrekt tömegközlekedési rendszer kialakításához, amit sajnos a valóságban nem mindig szoktunk látni. Erről tudnék mesélni, bár nem annyira akarok belemenni, mert tömény szidalmazás lenne. Tehát fontos, hogy tudjuk, hogy ki merre akar, mert hogyha merre akar menni, mert ha csak vaktába építjük a vonalakat, úgy is lehet mondjuk nyerni. De sokkal célszerűbb, hogyha célirányosan tudjuk, hogy honnan, hova, hányan akarnak utazni. Ja, 300 ezer pezóval kezdünk. Mondom, nálam most pezó lesz a pénzegység. Bocsánat, egy kicsit ittam. Ennyi beszéd után kiszárad az ember szája. És itt van a dátum. Hát itt most majd sietni kéne, de most annyira nem izgat. Talán úgy is meg lesz. Első év, második hó. Na most ezt egyébként, mivel semmi komolyabb leírás kézikönyv nem volt a játékhoz, csak egy ilyen puritán DVD borító, egyébként jól megtervezett DVD borító volt, de azért ugye 2000 forintos kategóriai játékokhoz nem szoktak 50 oldalas kézikönyveket adni. Mondjuk most már semmihez nem, mert odaírják, hogy nézd meg neten, aztán kész. Ez az, amit sokáig nem tudtam. Jó, igen, ilyen ciki dolgokat is néha be kell vallani. Nem ez az első olyan játék, amiben évek után jöttem rá tök egyszerű és alap dolgokra. Én mindig úgy szoktam megnézni, hogy megpróbálok letenni egy megállóhelyet, és ha leteszem, akkor kivilágítja zölden, zöldes árnyalatba, hogy kik fogják azt igénybe venni. Persze, ha elviszem onnan az egeret, akkor megszűnik a kijelölés, de ha gyorsan, mondom gyorsan, ha gyorsan sikerül behúznom a kurzort, akkor ott marad a jelölés, és itt a térképen pirosan jelölődik az, ahova ők utaznak. Persze ennél mondom egyszerűbb, hogyha rákattintunk. Ilyenkor ad egy teljes körű információt az adott háznak vagy épületnek a felépítéséről, a lakóiról. 7 alkalmazott, 2 háziasszony, 1 tanuló. Lakosok úti célja, igénybe vett közlekedési eszköz, munkába autó, mert nincs más lehetősége, gyakorlatilag minden. És van itt egy olyan, hogy bontási költség. Ezzel én nem szeretek élni. Jó, oké, hogy stratégiailag lehet, hogy jobban jönnék ki, de én szeretek egy játékban is korrekt megoldásokat alkalmazni általában. Tehát itt bontani nem szoktam. De van rá lehetőségünk, hogy bármit lebontsunk. Csak bizonyos pénz kell hozzá. Akár ezt a stadiont is lebonthatnánk. Ami tök hülyeség lenne, de hogyha valakinek 22 millió pezója van rá, akkor bontsa le. Érdemes először a nagyforgalmú helyeket ellátni, legalábbis szerintem érdemes a nagyforgalmú helyeket ellátni.
járművekkel. Itt van például ez a gyár. 370 dolgozó, használt járművek, 370, bontási költség nem érdekel, és hát itt innen jár be egy úriember, innen. Na most nyilván először nem az a legcélra vezetőbb, hogy csinálunk egy ilyen egész várost felölelő körjáratot. Bár közben nyilván nem csak ezek az emberek fogják igénybe venni, tehát még akár jól is kijöhet. De ha célirányosan akarunk építkezni, akkor látjuk, hogy ez az a terület, ami leginkább igénybe veszi. Ami leginkább ide jár dolgozni. Na. Bocs, hogy néha már kicsit ilyen fogalmazásgátló effektus jön rám, de mindjárt megnézem, mennyi az idő. Még csak 2 óra 15 éjjel. Gyerek az idő. Főleg így nyáron, hogy a rohadt meleg miatt nem lehet aludni. Igen, tudom erre a válasz, hogy hát tök olcsón vannak már klímák. Ez igaz. Ez tény. Simán tudtam volna venni. Csak én őszintén megmondva, egyéni vélemény, tehát semmi bajom a klímákkal. Csak én azért szeretném anélkül megoldani a szobámnak a komfortosságát. Mivel hát a klíma az azért úgy azért tekintélyesen eszi az áramot. Jó, nyilván nem döglenénk vele a plusz áramszámlába, de azért úgy szeretek a környezetre is gondolni, na. Tudom, hogy ez manapság nem divat. Úgyhogy inkább különböző trükkökkel, hajnalba szellőztetés, utána sötételés. Bár szellőztetés meg a allergiai és egyéb dolgok miatt nem túl célszerű. Annak örülök, hogy nem parlagfű. Viszont a gombaspóra az egy cifra dolog. Az egész szép beteli van a levegő vele, főleg ilyenkor nyáron. De nem panaszkodni jöttem ide, meg nem is az egészségügyi kartonomat akarom itt leadni, mert már 5 hónap eltelt. Tehát, itt a menürendszer. Van egy ilyen információs panel. Itt ennél a kockás zászlónál nagyon kifejezően a küldetés célját, illetve az aktuális helyzetet tudjuk megnézni. Itt... mi van itt? Ja, itt kibe tudunk kapcsolni. Ó, igen, ez... Ezt megmondom őszintén, ezt soha büdös életben nem kapcsolgattam. Pedig tök jó. Igen, most... szemtanúi lehettek annak, hogy egy újabb funkciót fedeztem fel a játékba. Lezárt épület. Ez lezárt épület, az azt jelenti, hogy onnan nem mennének sehová? Vagy... Na, mindegy. Lakóépületeket is el lehet rejteni. És helyette ilyen kis sematikus vízbaszok jelennek meg. Most a fát lezárt épületnek tekinti. Jó. Munkahelyek. Áruházak. És iskolák. Hol van iskola? Az iskolabuszokat is jó munka üzemeltetni. Hol van itt iskola? Ott. Szabadidőközpont. Jármű információ? Hát mert igen, így most nem. És itt sem. De a járművekről is lehet információt
Ez egyébként tök jó. Járműről is lehet információt kérni, hogy honnan közlekedik, és hová. Járműveket el lehet tüntetni. Így legalább nem villog. Na, na, na. Lehet, hogy ezzel élni fogok. Gyalogosokat el lehet tüntetni. Mondjuk igen, tehát ez kicsit olyan élettelenné teszi a játékot, de... Igazából van, aki a látvány helyett inkább a funkcionalitást helyezi előnybe. Annak ezek tök jók, tehát itt sematikusan különböző színekkel ábrázolva mindent meg lehet látni. Nem kell töprengni, hogy mi micsoda, de én ezt nem fogom használni. És hogyha lennének riválisaink, hogyha vállalkozó módban lennénk, akkor itt tudnánk róluk információt kapni. Itt találhatjuk a buszokkal kapcsolatos információkat, majd amikor lesznek beállításokat. Ezeket én mindig alapból így szoktam hagyni. Nyilván ezzel lehet pénzt spórolni, hogyha mondjuk levesszük csak 50-re, nem vesszük le, visszaállítjuk 75-re. Mivel, hogyha túl alacsonyra vesszük, akkor egyre több busz fog lerobbanni, ami a megítélésünket azért csökkenteni fogja. Amúgy se túl jó dolog, tehát ne legyünk olyanok, mint a itteni busztársaságok, hogy múltkor negyed órát álltam egy hely, ültem egy helyi járaton, mert nem csukodott be az ajtó. Menet közben kinyitották, vissza már nem csukódott, és ameddig a sofőr úr helyre nem hozta, addig nem indulhatott a szabály szerint a busz. Elnézést, megint innom kellett. Ugyanígy a vasúti járműveknél is beállíthatjuk. Automatikus javítás, amikor a jármű garázsban van. Ez szerintem nem feltétlenül érdemes bepipálni, de ízlések és pofonok. És a megítélésünket javítani fogja, hogyha... korábban is már tudjuk javítani, meg szervizelni a buszt. Hát nyilván nem csak akkor, amikor már feltétlenül szükséges, de pénz szempontjából ez a legideálisabb. Pénz és technikai színvonal szempontjából, na. És itt lehet buszokat venni. Van ez a kis MD City Fox. 10 férőhelyes. Nagyon olcsó, kicsi a szerviz költsége. Nem túl vonzó. És igazából ritkán szoktam használni, mert még az ilyen gyéren lakott helyen is minimum legalább 20 utas, azért úgy 15-20 utas mindig szokott lenni. Persze az is egy megoldás lehet, hogy többet veszünk és gyakrabban indítjuk. És ugye azt még elfelejtettem mondani, illetve hát nem elfelejtettem, de mert még oda se jutottam. Ha sokat kell várakozni, akkor az emberek morcosak lesznek, és nyilván ez nem úgy megy, mint a volánbuszon, hogy van 20 férőhely, de 65-en be tudnak préselődni, mert amikor már az alsó lépcsőn is emberek állnak, akkor is még kinyitja a sofőr az ajtót, és a maradék 20 ember, mivel a mentesítőjáratot kihasználatlanság miatt megszüntették, ezért a tele tömött buszra kell még a maradék 20 embernek felpréselődnie, aztán mindenkinek a saját ízlésére van bízva, hogy kinek a fenekéhez dörgülőzik hozzá, vagy kinek az ölébe ül bele, és hogy mennyire tolerálja, amikor mellette a nyakába szuszognak, meg az éppen aktuális, jó munkás ember még a tegnapi piának a szagával a szájában, keverve egy kicsit a reggeli fokhagymás, hagymás kolbásszal, úgy a pofádba liheg. Mindegy, tömegközlekedés szépségei. MC2, ez már 20 férőhelyes,
A sebesség az buszoknál mindig 50 lesz. Igen, lesz más jármű is. Régebben tudtam, hogy melyik hányadik évnél jelenik meg, most már annyira nem. Lesznek vonatok, függővasút, meg mágnes vasút. A buszon meg a villamoson kívül. A vételár az ugye több, de hát többen férnek rá. És igazából mondjuk a vonzeré az kisebb. És igazából mondjuk ugyanazt, amit MC2-esekkel le lehet fedni, azokra a dupla City Foxokkal is lehetne, de... ízlés kérdése. MC3, ugyanez a sorozat, csak már 30-an férnek fel rá. Vonzereje ugyanúgy elég kevés. Igen, és a szervizköltség is eddig az utasszámmal egyenes arányban növekszik. És az MC4, 40 fő. Lesz még jó sok busz. Tehát minden év végén, azt hiszem az elsőt kivéve, kapunk egy új járműtípust. Lesznek nagyon jó buszok is. Lesz olyan, amire 80-an is felférnek. Lesz olyan, ami... mit tudom én, ilyen hidrogénüzemű, vagy mi a fene. A nagyon nagy vonzerővel. Villamosból is lesz jó sok. Jó sok nem, de néhány lesz. Villamos ide mehet. Nyilván villamos az... hát nem gyorsabb, mert ez is 50. Villamosra általában úgy többen szállnak fel, és általában hosszabb távon utaznak, mint egy tipikus helyi járatos busszal, mert hát ugye itt városon belüli közlekedés van, tehát végül is ezek helyi járatok. És ilyen esetben ugye a kevesebb megálló több utas az úgy bevettebb gyakorlat. Mert ez már kerül jó sok összegbe, de jövedelmező tud lenni. Kis forgalmú helyeken, kis létszámú utasközösség esetén nem biztos, hogy érdemes villamost alkalmaznunk. Városi vasutat még amúgy se. Na most eddig minden a úttesten ment. Városi vasútnak külön sineket kell építeni. Ára az megvan. Szerviz költsége is horribilis. Tehát ez akkor éri meg, amikor tényleg ez a... hát nem azt mondom, hogy mind a 180-nak, de úgy legalább 100 stabil utasa mindig van. Függő vasút hasonló, de látványos. Vonzereje az már 70-es. És a csúcs, a mágnes vasút, amit valamikor már a 15.-6. év környékén fogunk megkapni. Hát 1.950.000 pezó, szervizköltsége is rohadrága, sebessége baromi sok. Nézzétek, városi vasút az 80, függő vasút csak 50, mágnes vasút 160, tehát ez az az eszköz, ami pillanatok alatt végigmegy az egész városon. Jó, itt vannak a megállók. Ebből is különböző félék vannak. Van az egyszerű megállóhely, ez tipikusan az a... le van szúrva a semmibe egy megállóhelytábla, aztán hóban, fagyban ázzá ott... most majdnem mondtam egy csúnya szót, ázzá bőrig. Megállóhely ülőhelyjel, ez már egy fokkal jobb. Váróterem. És fűtött váróterem. Hát igazából annyira nagy kihatása a játékra nincs, de mondom, én játékba is szeretek kellemes körülményeket teremteni. Most a sima, egyszerű megállóhely 500-as, fűtött váróterem 3000-es. Általában ezt szoktam használni, tehát a 3000 az azért úgy nem egy olyan nagy összeg, és akkor már nézzen ki szépen a játék. Vasútállomás. Ez csak vasúti sín mellé lehet letenni.
Függő vasútállomás, mágnes vasútállomás, és ennyi. Ezekből több nem is lesz, bőven elég ez is. És itt le lehet tenni villamos sineket, vasúti pályát, már most is le lehet rakni, pedig még nincs is vasútunk. Függő vasútpályát, és mágnes vasútpályát. Ezzel pedig törölni lehet bármit. Lebontjuk a Tesco-t. Nem, azt nem szabad. Jó sok jó szoftver van ott, meg minden. És most elárultam, hogy honnan szoktam venni régebben. Itt pedig egy ilyen áttekintő. Táblázatokat, grafikonokat, minden. Professzionális játékhoz ez nagyon sokat segít, bár általában nélkül is bőven lehet boldogulni. Jegyárakat is beállíthatjuk, hát nyilván minél magasabb, annál kevesebben akarnak vele utazni, minél alacsonyabb, annál népszerűbb, de annál kevesebb a bevétel. Ezek általában jók így, ahogy vannak. Alkalmazottak bérköltsége, hát nyilván kevésbé lesz morcos, ha többet kap fizetést. Továbbképzés, tehát ha ezt csökkentjük, akkor gyakrabban fognak balesetezni. A megítélés az általában a fizetésen múlik, megbízhatóság pedig a továbbképzésen. És lehet reklámokat eszközölni, amik azért kisebb pénzekbe kerülnek. Hát jó, ez a reklámkampány 5000 érez nem sok, de mondjuk azért, ha mindent bepipálod, havonta egy 35000 az... Az elején nem tanácsos. Ingyen közlekedés tanulóknak, szabadidőközpontokhoz, ez bevétel kiesés, de megítélés növekedést jelent. Szóval azért van komplexitás a játékba, de... Basszus, már harmadik év van. Ja nem, második év, harmadik hónap, oké. Csináljuk meg az első munkás járatot. Így. Na, azért nem, az előbb nem váltott zöldre. Tehát ide kéne. Na most hát 370 dolgozó, az azért elég nagy létszám lesz. Ide ilyeneket fogunk venni. Ennyi belefér. Fűtött várót, ne az a klasszikus munkás hangulat legyen, aminek ahol a út minden egyes pontján szív az ember. Egyébként semmi bajom úgy a tömegközlekedéssel, mint intézménnyel. Intézmény átvitt értelembe. A megvalósításával van bajom, mert jelen esetben a tömegközlekedés az eléggé szívás, de... Hát jó lehet, átmegyek ilyen... közéleti fikázdába, és most megint inni fogok, elnézést. Nem néztem, mikor kezdtünk, és mennyi ideje megy a játék, de már 2 óra 32 van. Fűtött váróterem ide, és egyébként láthatjuk lenne a térképet, hogy innen egyébként máshova is mennek. Tehát majd oda is érdemes lesz járatokat csinálni. Jó, tegyünk, mondjuk. Ide, ez innen felszedi az embereket. Ide, ebbe a kis beugróba. Ide. Ide. Ó, hát ez a bevásárlóközponthoz is majd el fogja vinni őket. Ide a gyárhoz. Ez itt mi? Ez is egy gyár. És ide. Na most. Itt tudunk új útvonalat létrehozni, erre kell rámenni. Ezeket azért mondom el, hogy ha esetleg valaki játszani akarna, akkor ne vaktában próbálkozzon, bár nem olyan nehéz a kezelő felülete, de hogy azért tudja, hogy mit, hogyan lehet megvalósítani. Ki kell jelölnünk egy kezdőpontot, mondjuk legyen itt. És
Játék egyébként nagyon intelligensen a legoptimálisabb, általában a legoptimálisabb útvonalat előre megpróbálja kijelölni. Nekünk csak kattintással jóvá kell hagyni. A járműfordulókkal kapcsolatban annyit kell tudni, hogy csak kereszteződésnél tud egy jármű megfordulni. Például itt. Vagy ahogy az előbb láttuk, most mutattam az ujjammal, de rájöttem, hogy azt csak én látom. Jó. Éjszaka van már. Így is meg tudott volna fordulni, de hát tegyünk vele ezt a kis cifra kerülőt. Egyébként utólag is hozzá lehet szerkeszteni megálló helyeket, meg kivenni belőle, meg módosítani a pályát. És megvan a jármű, itt jármű az útvonal, itt jóvá hagyjuk. Itt egyébként mindig lehet egy információt kérni róla, már 20% a népszerűsége, pedig még semmi nincs. Itt egy ilyen felsorolásszerű statisztikát látunk, megállóhelyek, járművek, és hogy az adott vonal mennyi bevételt termelt. És most majd jön egy kis animáció mindig, amikor új járművet kapunk. Járművet helyezünk üzembe. Kurzort el innen. És majd nézzétek meg, hogy felszáll az ember. Tisztára úgy látszik, mintha térdelve szállna fel, mert kicsit alacsonyabb lesz, mint amit várnánk. Jó, ez csak ilyen poén volt. Új tömegközlekedési rendszer lett bevezetve, buszvonal. Ezeket is át lehet ugrani jobb egérgombbal egyébként, bár ez összesen minden járműtípusnál egyszer lesz. És természetesen több járművet is le tudunk helyezni egy vonalra. És itt van ez az óra ikon, amivel egy kicsit menetrendesíteni tudjuk a dolgokat. Ezzel azt tudjuk elérni, hogy addig ne induljon el egy járat, ameddig a előtte levő legalább egy megálló távolságra nem került tőle, és már szállingóznak az utasok. Itt már 15. Nem mindig a legjobb ötlet ez a menetrendesítés, de enélkül elég könnyű, hogy vaktába összetorlódnak a buszok, és akkor, mit tudom én, ha kapnak egy pirosat, és a eredetleg jól belőtt, jól beidőzített rendszerünkből az lesz, hogy egymás után elmegy három busz, utána meg negyed órán át semmi, aztán megette az egészet a fene. Hol jár a harmadikunk? Itt. Ezt még oda tesszük, és ez így nagyjából pont egy optimális elrendezés. És itt is láthatjuk a vonalon használt buszok neveit, hogy melyik éppen hány utast szállít, milyen a műszaki állapota, és hogy az a busz önmagába mennyit keresett. Természetesen levonva belőle az esetleges karbantartási költségeket. Egy forgalmasabb útvonallal nagyon jól lehet kaszálni. Hát ez olyan közepesen forgalmas. Lehet, hogy egy MC3 is elég lett volna. MC3-ak is elegek lettek volna. Mondom én már a ragozás az ilyen késői időpontban már kihívásokat okoz. Nyugodtabb lelkületű emberek ezt szépen így elnézegethetik. Beleélhetik magukat, hogy milyen jó lenne, hogyha errefelé is ilyen stabil buszrendszer működne. És nem olyan, hogy 2 órát kell várni a következő buszra,
És itt, ha rákattintunk, akkor pirossal kijelzi, hogy merre megy. Na de, ezt a vonalat letudtuk. Nézelődjünk még, hogy ki hova akar menni. Hát nyár van ilyenkor, mindenki nagyon szeret strandra járni. Hát ők rohadtul nem. 296 vendég, de most... Hát ez nagyon el van szorva. Koncertterem. Ide majd szerintem egy villamost fogok lehelyezni. Ezt itt szépen be cirkuláltatom a városba. A városon keresztül. És az úgy mindenkit, na, ne vibrálj, mindenkit mindenhova elvisz. Ez itt, ha? Sportstadion. Na, útelágazolás. Ez a blokk itt nagyon szeretne stadionba járni. Aztán persze egyébként van úgy, hogy az ember félre satszolja, hogy mit, hogyan kéne. Olyankor át lehet építeni nyugodtan a vonalat, vagy akár az összes buszt kivenni belőle, megszüntetni a vonalat, tehát nem kell félni attól, hogy az ember valamit maradandóan a játékba elbénázna. Itt a kis kertvárosból beszállítjuk az embereket a baseball stadionba, vagy milyen stadion ez. Nem, az egy focipálya. Itt is a panel rengetegből. És innen is mennyien járnak dolgozni, na? Következő munkásjárat? Nem, annyira nem. Igen, itt azért volt nagy kiterjedési a piros, mert hát maga a gyára nagy kiterjedésű. Ez ne tévesszem meg senkit. Ide leteszek még egyet. Hú! Mi ez itt, hogy... Ó, iskola! Na hát itt lesz lé. Itt lesz. Ezt valószínű nem is egy, hanem legalább 2-3 járattal fogom megoldani. És ide a stadionba, a Fincsi fűtött várótermet, hogy a jó kis Fradi Újpest után, miután kellően összeverte magát a két szurkolótömeg, kellemes melegbe tudjanak várakozni a kiérkező hatóságokra. Nem, természetesen tisztességes szurkolók ne vegyék magukra, de jártam én már cifra foci meccseken. Volt olyan, ahol menekülni kellett az ellenfél szurkolók elől. A csapatunk kapusa jött oda és szólt, hogy menekítsük ki a gyerekeket, mert jön az ellenfél. És én ráadásul nem is csapatbusszal jöttem, mert én nem odavalósi voltam, ahová a csapat. Tehát surzsanópályán kellett egy sprintet levágnom a vasútállomásig. Érdekes élmények voltak ezek, na. Jó, második év 12. hónap. Na ezt mondtam, hogy csak fordulóba tud, csak kereszteződésbe tud fordulni. Ez azért így néha kis holt időket eredményez, de ez legyen a legkevesebb gond. Viszont pénzünk az kevés van. A busz meg drága. Na ilyenkor mit csinálunk? Ideiglenesen beállítunk két City Foxot. Aztán majd, amikor lesz rendesen pénz, akkor majd lecseréljük MC4-esekre. És második év 12. hónap, tehát
elvileg hamarosan kapjuk az új járművet. Na, ezek mennyire kihasználtak? Ott a buszon levő fekete karika kördiagram ábrázolja, hogy ő mekkora része foglalt. Hát azért kicsit túlbecsültem. A busz megállóknál ott pirosban látszik, hogy hányos számú járatnak van ott megállóhelye. Természetesen egy megállónak, egy megállóba lehet több járatnak a megállóhelye is. Maximum azt hiszem 4-é vagy 5-é. Mellette, hogy hány utas várakozik. A számláló az maximálisan 255-ig számlál, de annál lehet több is. Igen, szélsőséges esetben. És mellette az utasoknak a kedve. Ami nagyrészt attól függ, hogy mennyit kell várakozni. Nem kaptunk új járművet? Akkor a harmadik évnél kapunk. Lehet ám. Ó, hát ez mennyire rohadt gyér. Hát ide egyetlen City Fox is elég. És azt hiszem most egy kicsit... gázba vagyunk. Úristen. Jó, ezek keresnek szépen. Mondjuk ilyenkor, amikor... valamelyik... látványosan kevesebbet teljesít. Amikor az egyiket ki lehet venni. Nem muszáj ezt, mert ez lehet akár a másikat is. Nem busztól függ konkrétan, legalábbis nem közvetlenül, hogy mennyit keres, hanem ugye, hogy mennyien szállnak fel rá. És nyilván, hogyha jóval több a busz kapacitása, mint az utas, akkor van úgy, hogy egy-kettő busz elviszi a utasokat, és rendszerint aki mögötte jön, annak már nem jut. Szerintem én ezt itt visszavonom. Kihasználva nincsenek teljesen. Menetidő nem vészes, tehát senkinek... Hoppá! Lehet, hogy mégis vissza kéne tennem? Nem tudom. Pont azt akartam mondani, hogy a menetidő nem vészes, senki nem fog várakozni. Egy ember ott maradt. Na. Beindult az üzlet. Akkor majd valami holt időben, amikor... Igen, ezután a busz után el fogom indítani. Újra a másik. Na. Igen, van, hogy kell egy kis idő, hogy az emberek hozzászokjanak és áttérjenek. Tehát azért egész reális modellt alkalmaznak a játékba. Jó, ez így már sokkal szebb. És a pénzünk már 60 ezer. Hát jó, még mindig rohadt messze van a kitűzött cél. Mert 56 ezer az aktuális cégérték. A hangom megkezd elmenni. Nem akarok itt köhögcsélni közben meg minden. Egy kis penis kóla majd segít. És igen, kezdenek a járatok kihasználtak. Jó, mégiscsak. Majd, ha lesz időm, kivágom az ilyen köhögéseket meg egyebeket, de lehet aztán, hogy elfelejtem. Mindegy, ennyi belefér. Sokan arra se veszik a fáradtságot, hogy amikor bele röfögnek a mikrofonba, azt kiválják. Na mondjuk arról meg is van a véleményem, tehát azért úgy... Kultúra basszus, kultúra. Pontosabban annak a teljes hiánya. De koncentráljunk a játékra. El tudok ám kalandozni így beszéd témák tekintetében.
Hát ez a stadionjárat, ez... Ezer pezó. Jó. Azért meghagyom, tehát a semminél több. Viszont össze kéne kapnunk magunkat, mert az idő az múlik. És... 4 évünk van, a negyedik év végére, hát ugye 1 évet átbeszéltünk. A negyedik év végére kéne végeznünk. Na és akkor egyébként, hogy miért nem volt videó az utóbbi időszakban, illetve hogy miért maradt abba mind a programozó péntek, mind a jó, hát kommentáros videóból amúgy se volt sok, de hogy miért nem volt. Ez úgy kezdődött. Tavaly júliusban tudtam, hogy az augusztus egy nehéz hónap lesz, ahol eléggé elfoglalt leszek. Gondoltam, előre legyártok jó pár dolgot. Van is egyébként egy-két félkész videó. Vágatlanul kissé pár helyen még újra kéne venni, na mindegy. Meg egy-két programozó péntek is így félkészen áll. Aztán hát az augusztus az extrém terhelést jelentett, tehát azt hittem, hogy majd tele leszek szabadidővel, hát ahhoz képest minden nap este 6-7-kor értem haza, úgyhogy előtte jól leszívták a mentális energiáimat. Igen, szellemi munkának az a hátránya, hogy utána az embernek már rohadtul nem lesz kedve semmit csinálni. Hol volt az az iskola? Itt. Na hát, jó, augusztus az kilőve. De mondom, jó van, akkor... A szeptember-október, tehát direkt azért akartam előkészíteni jó néhány videót, mert tudtam, hogy a... szeptember-október az meglehetősen zűrös időszak lesz. Hát tényleg nem igazán nagyon volt szabadidőm. Ide majd be. Beirányítjuk a buszt. Nem igazán volt szabadidőm. Aztán utána, hát ne részletezzük, hogy milyen nem akarok csúnyát mondani. Milyen egészségügyi színvonalú körülmények uralkodnak a irodámban. Igen, sokan azt hiszik, hogy egy informatikus iroda az maga a Kánaán. Bőrfotellel, hangszigetelt ajtóval, full extrás mindennel, hát lehet, hogy máshol ilyen. Elmondom, hogy nálam mit kell elképzelni. Az, hogy az ajtó alatt fölött centis rések vannak, az egy dolog. Az megszokható. Legalább jobban hallom, hogy mi történik az iroda előtt. A levegő, már bocsánat, büdös. Nem tudom mitől, a falakon vastagon áll az odaszáradt penész. A falak salétromosak. Emellett rohadt száraz a levegő. Az irodám egyúttal szerverterem és raktárhelyiség is. Jól hangzik, nem? Na, itt most veszünk 2 MC4-et. A páratartalom az olyan 20 és... hát, nagy ritkán megy 30-35 fölé. 20 és 40% között mozog, ami azért nem túl egészséges.
Emellett a fűtés az olyan, hát nyáron dög meleg van. Télen, amikor ugye kéne fűtés, hát... mondjuk azt, hogy van a radiátor, ami általában a jobb esetben kézmeleg. Na most ugye reggel beérkezek. Első dolog, hogy kinyitom az ablakot, mert egyszerűen az a levegő, az egy dolog, hogy büdös, olyan száraz, hogy egyből kicserepesedik a bőröm, meg elkezd fájni a szemem. Maró szagú szabályosan, úgyhogy egyből berohanok, ablak kitárva, mert egyszerűen szenvedés ott benne lenni. Egy negyed óra szellőztetés, na most ez télen, amikor kint van mondjuk mínusz 10, és benn sincs olyan túl meleg, jó éjszaka, a szervergépek azért felfűtik, de tehát, na mondjuk ki, olyan 15 fok körüli, sőt van, amikor 10 fokra is lehűl, és az olyan 2-3 óra, mire a kézmeleg radiátor mellett felfűtődik olyan 18-20 fokra. Idén már sikerült egy olajradiátort szereznem. De... jó, hát megint itthonról szoktam a légtisztító, légpárásító készülékemet naponta hurcolászni, aztán majd lehet, hogy befektetek egybe. Nem az én dolgom lenne a munkakörülmények megteremtése, de le van tojva. Csak mondjuk, ha még olyan borzasztó sokat kerestem, mint tavaly, nem akarok ebbe belemenni. Engem egy munkával sokkal inkább motivál az, hogy egyrészt ne érezzem magam rosszul. Azért az ember életének nagy részét munkával tölti. Nem a legnagyobb részét, de nagy részét. És azért egyáltalán nem mindegy, hogy most utálja, vagy ne talántán megtűri, vagy esetleg még szereti is. Tehát nálam ez az egyik fő szempont, a másik meg az, hogy azért az ember tudja kiélni a... Nem nagy képüsködni akarok, vagy valamit, de tudja kiélni a kreativitását és a tehetségét. Jó, most már nem panaszkodok a fizetésre. Majdnem elmentem onnan tavaly, mert azt mondtam, hogy azért ez már nekem is röhelyes. Na hát abból tényleg nem igazán jött volna ki az, hogy havonta 10-20 ezer forintot pluszba úgy csak mondjuk 15-öt kiadjak egy légtisztítóra. Sajnos ez van. Igen, tudom, erre a válasz az, hogy ha miért nem mész ki külföldre, mert nem akarok. Megvan ennek is az oka, nem akarok belemenni. Én azt gondolom, hogy ez mindenkinek az egyéni problémája, hogy hol akar és hol szeret dolgozni. Fú, ennyi vitám volt ezzel bizonyos ismerősökkel. Na most az a busz miért állott? Most ugye nem fagyott le a játék, nem. Ja, a pirosat kapott, jó, hülye vagyok. Bocsánat, a mikrofon egy kicsit. Na, mert megint elkalandozok, az a baj velem, hogy annyira szertágazóan tudok szövegelni. Erről majd egy kicsit le kéne szokni. Főiskolán rászoktattak. Sajnos. Vagy szerencsére, ki tudja. Na hát ez már jobban keres, de még mindig az első buszvonal az, ami a igazán nagy lét hozza. És az a 4 millió az rohadt nehezen lesz meg, úgyhogy most bele kell húzni, mert túl sokat szövegelek. Igen, ezt a részt kéne még itt be buszoztatni. Szóval a
körülmények nagyon egészségtelenek voltak, egyszer már kaptam is tüdőgyulladást abban az irodában. Hát szóba nem került, hogy esetleg a munkahelyi baleset á. Hivatalosan persze az, de... Jó, nem menjünk bele, mert... Amúgy nem volt bajom, az nincs bajom a munkahelyjel. Sőt, valamilyen szinten szeretek is ott dolgozni. Nem azt mondom, hogy ne lenne olyan dolog, amit ne kedvelnék, mert van olyan jó pár, de nem rossz hely, na. Aztán ki tudja, most elég nagy változások voltak. Nem akarok filózni, főleg nem, hogy ez egy nyilvános videó, aztán ki tudja, hogy ki hallgatja meg, ki nem. Igen, az óvatosság sose árt. Hol az a rohadt iskola? Ezt mindig eltéveztem. Itt. Szóval tavaly is az volt, hogy októberre olyan makacs hörgőgyulladást kaptam. Hát persze nem maradhattam otthon végig táppénzem, mert egy hétig nem vagyok, akkor már katasztrófa közeli apokaliptikus állapotok vannak. Ez van, amikor egy intézményben egy rendszergazda van. Egy nagy intézménybe. És mellette a eszközök technikai színvonala az jócskán elavult. Na, így lehet javítani utat. Most én mi a francot csináltam? Én átterveztem az utat. De hülye vagyok. Jó, hát... Lehet, hogy ez így jön ki jól. Nem terveztem én. Jó, elfelejtettem menteni. Jó, bocs. Igen, amikor az ember valamire figyel, hát... Megosztott figyelem az néha tud cifra dolgokat művelni. Szóval ott tartottam, hogy olyan makacs hörgőgyulladást kaptam, hogy hónapokig nem jöttem helyre teljesen. Így. Tehát tényleg. December elején is alig volt még hangom, meg minden bajom volt, de hát muszáj volt bemenni dolgozni. Igen, ennek tekintetében azért nem biztos, hogy a leghelyesebben állok hozzá, hogy mit tudom én, nem maradtam. Nem hevertem ki rendesen annyi idő alatt azt a betegséget, amennyit kell, ami alatt kellett volna. Mert amúgy meg, ha valami, ne adj Isten, szövődmény, vagy valami miatt húzamosabban kiesek, vagy... Na mindegy, tehát... Az ember kockáztatja az egészségét azért, hogy... Azt rohadtul nem értékelik, legalábbis a legtöbben nem. Mindegy. Néha túl komolyan veszem a dolgokat. Szóval azért nem volt, mert, mint mondtam, hónapokig nem voltam arra alkalmas állapotban, hogy videót készítsek. Először sok munka miatt voltam elhavazva, illetve hát jó lett, időm lett volna rá, csak amikor az ember már teljesen lemerül, akkor
Most az, hogy unott hangon mondogassak valamit, annak sok értelmét nem látom meg, nem is a legélvezetesebb. Utána ugye betegség. Aztán megint egy eléggé elhavazott időszak volt, tehát próbáltam idén úgy szervezni, hogy kevesebb plusz munka háruljon rám. Ez olyan november-decemberig sikerült is, aztán utána. Utána nem. Hú, mennyien verna, ez egy jó járat. Ez gazdaggá tesz minket. Venni is kell még egy buszt. És hát... igazából olyan május vége lett volna az, amikor már úgy kezdtek egy kicsit normalizálódni a dolgok. Csak akkor meg más problémák jöttek. Elég komoly dolgok történtek, olyanok, amiről itt most nem fogok beszélni, mert szerintem ez az ember személyes dolga, és nem a nagy nyilvánosság elé tartozik. Addig azért úgy hébe-hóba voltak naturkommentár nélküli gameplayek, végigjátszások, utána abszolút nem. Hát most van az, hogy úgy újra videózásra. Soha nem szerettem magamat, nem is szeretném magamat videósként feltüntetni, mert a videós az tök más, az én fogalmaim szerint. A videós az, aki előre megkomponált tematikus, magas színvonalú filmesztétikai és egyéb filmes szabályokat is nagy részt betartó produkciókat csinál. A magánvélemény szerintem a magukat videósnak feltüntető YouTube-on publikáló emberek nagy részére ez baromira nem igaz. Nem akarok itt senkit megbántani, csak szerintem itt a hazai szférában kicsit túl vannak, el vannak csúszva a kategóriák. De ez most más dolog. Na, talán meg lesz. Lefedettség az a max megvan. És még van... kilenc hónapunk, hogy van egy terhességnyi időszakunk, hogy megcsináljuk a maradék árbevételt. Szóval játékvideók publikálására alkalmassá úgy érzem, nagyjából mostanában váltam újra alkalmassá. Most sem minden oké, de... de legalább nekem is egy kis szórakozás, kikapcsolódás. Ez mondjuk... ó, itt, ez itt tök jó lesz. Szóval hát ezért nem voltak videók tetemes idők ideig.
Egy percig nem fordult meg a fejemben, hogy ezt passzolnám és abba hagynám. Játszani is szeretek, programozni is. Jó, időm néha baromira nincs rá. Csak hát mondom, olyanok voltak a egészségügyi munkaügyi és egyéb személyes körülmények, hogy nem igazán ment volna. Na és hát itt azt látom, hogy nem kaptunk új járművet, tehát lehet, hogy ez... Sőt, igen. Mondom, régen játszottam már vele. 8 éve kb. Pedig egyik kedvenc játékom, csak hát gépem nem vitte emulátorba. Nem tudtam futtatni. Másik gépet előhagyni... macera lett volna. Az alatt azért egy-két dolgot elfelejtettem. Jó, két próbajátékot játszottam így felvétel előtt. De azért sok mindent már felejtettem. Szóval igen, kampányba... Tényleg lehet, hogy... Nincsenek új járművek. Azok csak a végtelen játékban vannak, igen. És izgalmasra sikerült a vége, mondjuk, hogyha az elején az első teljes komplett évet nem beszélem el, akkor azért most nem állnék ilyen csehül. Nálok tök jó. Az első azt termel, az... hát gyakorlatilag majdnem mindent azt termeli meg. Viszont a hármasnál ott elég nagy a várakozás, tehát ilyenkor szoktam azt, hogy ahhoz a vonalhoz külön menetrendi előírás nélkül, hogy akit éppen talál, felszedje, betenni még egy buszt. És az ötösi... Hát az azt mondjuk bírja ennyi. A kicsi városoknak a hátránya az, hogy nehéz nagy mennyiségű bevételt szerezni. Építsünk villamost. Villamos sineket. Egy nagyvárosban viszonylag, ahol böhöm nagy panelházak vannak, ott egész jól, egész könnyen nagy bevételekhez lehet jutni. Egy ilyen kis helyen viszont nagyon szétforgácsolódnak a erőforrások. Na, ne ugrálj már. Mondom, egy kicsit zavar ez az ugrálás, de... annyira nem. Körvillamos legyen. Nem. Oda majd egy buszjáratot fogok. Gyere be idáig így. Kicsit szadizzunk vele. Na. Egyébként, hát nem tudom tényleg mennyire zavaróak a vibráló autók, de ha több részes lesz ez a sorozat, és nagyon zavaró, akkor azokat valószínű ki fogom iktatni. Így legyen ez egy közbevetett munkásjárat is. Menjen el majd a iskola mellett, hol az iskola? Ezt mindig soha nem találom. Itt.
Ó, hát ott úgyis elmegy. Ide is menjen be. Ez egy ilyen szép terjengős villamosjárat lesz. Az időnk mondjuk rohadtul fogy. De most talán ez a rögtönzött villamosjárat ez. Ez majd így kicsit megdobja a bevételeket, és hogyha nincs kereszteződés a sínek között, akkor rohadt könnyű kijelölni. Ennyi. Veszünk villamost mondjuk. Basszus! Semennyit nem veszünk, mert nincs annyi pénz. Helyette csinálunk ide egy busz útvonalat, na. Ti is menjetek iskolába. Erősödjön az oktatási rendszerünk. Egy megálló. Ide. 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 Meg ide. Ő is kap egyedül egyet. Jó, az így gány, de nem baj. Ide kell még. És máshová. Mondjuk ez jó, hogy idáig tart. Simán lehetett volna egy körjárat, de mindegy. MC3-osokat veszünk. Nem tudom, ez mennyire lesz zsúfolt járat. Három darab MC3-os. Ja, és ezzel a gombbal lehet oda... oda pozícionálni a képernyőt, ahol éppen az adott busz vagy jármű van. Necces. Necces lesz, hogy meg lesz-e. Ha az első évet nem dumáltam volna el, akkor simán meg lett volna. De így az izgi. Jöhetnének ma a utasok. Egyébként ezzel a menetrendezéssel vigyázni kell, mert bizonyos esetben nagy fennakadásokat is tud okozni, amikor nem egyenlő távolságra vannak a megállók. Van úgy, hogy egy járat csak azért veszteg el, mert a másik még a félvárost át kell, hogy szelje. Na, itt is a négyes adott veszteg el. Vagy az nem azért? Ki tudja? Na, erről beszéltem. Olyan szép forgalmi dugó, hogy öröm nézni. Jó, talán most kicsi előrelépés.
Ezt beteszem menetrend nélkül. 887. Hújjaj! Mondjuk itt... Hol tudnánk még gyorsan egy kis pénzt kicsikarni? Az ötös busszal. Az ötösre is beteszünk gyorsan egy menetrendi előírás nélkül itt. Pont beillett oda. Oké. Okay. Ilyenkor tanácsos nézni, hogy hol mennyien várakoznak. Már ezt gondolom egyértelmű. És az alapján határozni meg a további stratégiai döntéseket. Hát... Ez neccesen, de egyre inkább úgy néz ki, hogy meg lesz. És be tudjuk megmutatni a villamost? Talán még... Fú, a négyes! A négyeshez... Hát... Lehet, hogy a villamost már nem tudom bemutatni. De ide a négyeshez, sőt, még ezt a City Foxot is oda tesszük. És... Megvan! Siker! Hát ez rázós volt. És talán még bemutathatjuk a villamost. Remélem nem nagyon hallatszik be, hogy iszok. Ha igen, akkor bocsi. Azért a hetesnek is van egész jó népszerűsége. Ugye a negyedik év, 11. hónap. Hát az évszakok azok azért nincsenek megvalósítva a játékba. Nem akarom ezzel kritizálni, mert mondom egyik kedvenc játékom. Egyébként igen, tehát a csatornám alapján szerintem mindenki azt gondolta, hogy majdnem kizárólag platformerekkel játszok. Ez egyáltalán nincs így, bár tény, hogy hát mondhatjuk, hogy ez a kedvenc játék nemem. Játék műfajom. De... És győzelem! De mellette a szimulációs játékokat is szeretem, csak abból... Hát... Nehezebb... Macerásabb... videót készíteni meg. Abból tényleg... Nem azt mondom, hogy ne lenne értelme abból kommentár nélkül készíteni, de... Szerintem ott azért az az igazi, hogyha van egy kis narratíva. Na, gratulálok! Küldetésed elsődleges feltételeit teljesítetted. Most hozzákezdhetsz a következő küldetéshez. Lehetőséged van most befejezni a feladatot, vagy addig játszani, ameddig szeretnél. Tehát innen a játék ugyanúgy átmegy free play módba. Azzal, hogy nyertél vagy vesztettél, nem jelenti azt, hogy vége. Tehát, ha nagyon akarjuk, akkor még folytathatjuk. Azt a villamos csak azért is megnézzük. Egyet tudunk venni. És... Nocsak! Ez jármű szerint rendezi sorba. Azt hittem szám szerint. Na mindegy. Érdekes. Hú, a négyes.
Na majd még azt is rendbe hozzuk, miután a villamost elindítottuk. Bár miután ugye van átfedés, tehát ha egy új útvonal a réginek egy szakaszát lefedi, akkor a réginek az utasaiból azért az is elcsen némi mennyiséget. De nézzük a villamost. És egy kis villogás után elindult a villamosunk. Egy kis idő kell, mire a potenciális utasok tudomást szereznek róla és elkezdik igénybe venni. És egyébként információkat lehet kérni a megállókról is. Részletesen, hogy melyikre hány utas várakozik, milyen a várakozási idő, mennyi lakos van a vonzás körzetében, és esetleg olyanok is fel vannak tüntetve, hogy melyik másik útvonalra szoktak átszállni abból a megállóból. Tehát innen a 3-as és 7-es megállójából a 4-es 6-osra, ami itt jelen esetben a 6-os az mondjuk villamos. Nézzük is, hogy hol tart. Hát a kihasználtsága az még messze elmarad az elvárt szinttől. Hát ide még lehetne egy megálló, de most már... Akkor meg utólag azt célszerű lenne az egyesből kivenni, mert hát... Felesleges az út túloldalán is ugyanott megállni ilyen helyzetben, ahol itt van a forduló. De mindegy, tehát ezek nem olyan egetverően fontos dolgok. Na, itt végre! Azért... Mi van? Jó, ezt most nem értem. Nyertem és vesztettem, mindegy. Azért milyen szép szögletesen fordulnak ezek a járművek. Jó, tudom, nem szokásom piszkálódni a játékok korabeli technikai megvalósításán, tehát pont engem az ilyen abszolút nem érdekel, bár azért úgy néha vannak dolgok, amiket meg lehet mosolyogni. Attól ez még egy rohadt jó játék. Na, itt például, gondolom sok volt a várakozás ide, itt már morcosabbak az utasok. ...92%-os lefedettség, az nagyon jó. Vajon, ha itt elérjük a... 2 milliót, akkor... ...akkor meg azt jelzi, hogy...
megnyertük? Elvileg nem kéne, de hát a fene se tudja. Na, újabb torlódás. Jó, na, hova kéne még buszokat berakni? Vagy járműveket? A négyeshez. Vettünk egy pár darabot. Illetve csak egyet, mert a másikra már nem volt víz. A négyes az egy nagyon túlterhelt járat. Persze ilyenkor lehetne visszaszedni az összeset és újra dinamikusan elindítgatni menetrendszerűen, de annyira nem lényeges. Igen, a négyes az szép pénzt hoz. Aha, hatos. A villamos. Fú, 105. Nem mondjuk, ez még mindig azt írja, hogy nagyon rövid. Na és igen, itt ha megnézzük, itt már... Mi van? Na, ilyet most látok először, hogy munkába autó, mert a vállalatot túlságosan népszerűtlen. Na, ez valami elkényeztetett nyápic, sznob. Most majdnem kimondtam azt a szót, hogy népművészeti agyagedény. De ez az. Túlságosan népszerűtlen. Hát, éj nem életet egy jeges medvével. A többinél általában csak akkor nem járnak tömegközlekedéssel, ha nem tudnak mást választani. A gyárba is egész sokan már. Hát a többség még nem, de... Egész sokan már tömegközlekedéssel mennek. Hát itt meg ez a kis kettes vonal, amelyik... nevetséges, 21 000. 22 000 forint pezó bevételt termelt. A hetesbe még, hetes járatra még beteszünk egyet. Az is egész jó. Ja, egyébként itt ezzel az X-el meg lehet szüntetni járatot, ezzel át lehetne nevezni. De mondjuk én ilyennel, ilyenekkel annyira nem szoktam élni. Hatos 50. Igen, most kéne nagyon még egy villamos. Termeljetek már, pajtások! Ahhoz képest, hogy ennyien vannak... Igen, ugye a villamosnak az a baja, hogy... nagyon nagy a szerviz költsége, nagyon nagy a futási költsége. És emiatt, bár nagyon sokan elférnek rajta, és láthatóan úgy azért szerintem jóval több embert vonz, mint... Igen, a vonzereje is jóval nagyobb. Érthető. Jóval több embert bevonz, és egyébként itt egy másik hiba. Sok jármű van, akkor néha beakad az érzékelése a játéknak, és van úgy, hogy egy kattintást úgy veszi, hogy rajta nyomtam egy ideig az egeret, és véletlenül kettőt vagy hármat ugrik. Kicsit zavaró, megszokható.
Tehát jóval nagyobb a vonzereje egy villamosvonalnak, mint egy busznak. De kell is, mert ugye a költségek is nagyobbak. Tehát a villamos akkor éri meg, hogyha tényleg sok utast tud szállítani. Mert ha az út felén üresen áll, meg maximum csak félig telik meg, akkor iszonyat gazdaságtalan. Na, a másfél milla megvan. Kíváncsi vagyok, hogy bedobja, hogy elértük a két csillagot. Nem, nem szabadna, de az előbbi jelenség alapján ki tudja. És most már csak azon izgulok, hogy remélem rögzítette végig a... mi a franc Audacity a hangot. Mert ha nem, akkor... előjön a morcos habbiké, nem? 207! Legyen már meg az a rohadt 200 ezer. És megjött a villamos, és még mindig 190-en várnak. Na, abból lesz, hogyha az újonnan érkezőket is elszállítja. Egyébként szerintem fordított sorrendbe szállnak fel. Mert ilyenkor még úgy, ahogy tűrhető a hangulatuk. Ha a fele felszáll, akkor meg morcos. Ez csak úgy lehet, hogyha pont azok maradnak le, akik már jó ideje várakoznak. Megvan a 200. Még egy villamos, de gyorsan. Na, ilyenkor lehet kaszálni. Az egyik keresett már 51 ezeret, a másik 53-at, pedig ez volt az utolsó jármű, amit indítottam. Igaz, hogy a többi helyen, ahogy nézem, alig van felszálló. Na, megint egy dugó. De azon az egy helyen, azon ott brutálisan sok. Na, itt már morcoskodnak. Na, ez is szép, hogy itt van 42, itt is egy csomó. Azzal majdnem megtelik az egész villamos. Ennyi a férőhelye? Hát azért nem az egész, de ha voltak már rajta, akkor igen. És akkor utána még itt vár 200 akárhány utas. Szerintem látni fogjuk azt, hogy 255-nél tovább nem megy a számláló. Holott valójában több utas is elfér oda. Na és ha már programozással is foglalkozunk, és természetesen a programozó péntekeket szeretném folytatni nagyon intenzíven. Akkor mi a magyarázat ennek, hogy nem megy 255 fölé? Kis időt hagyok, aki esetleg szeretné ezen törni a fejét, hogy elgondolkozzon rajta, hogy mi, aztán majd pár perc múlva válaszolok. Hát ide érkezett a hatos villamos teli. Abból a 36 emberből nem sok szállhatott fel. Innen abszolút senki. Ilyenkor meg kell várni, hogy megint legyen 200 ezer. Abban a pillanatban venni még egyet és betenni. Mert ez ilyenkor aranybánya. Mennyi lehet az idő? 3.38. Még szerencse, hogy holnap nem kell mennem dolgozni. Csak délután. Na tehát annak a 255-nek a magyarázata az, hogy egyetlen egy byton, illetve nem annyit tárolja, mert valószínűleg két byton tárolja, mert tud tárolni többet is, mint 255.
Nem lennék meglepve, hogyha most ugyanúgy 255 maradna. Nem. Azt hiszem, tud többet is tárolni. Viszont a megjelenítést, azt egy 1 bájtos változóba. Tehát egy 1 bájtos változóba tárolja el azt a számot, amit ott meg kell jeleníteni. És 1 bájt pedig 256 különböző fajta értéket vehet fel. Amit ha egész számokra képezünk le, akkor az 0 és 255 közötti. Bocsánat, természetes számokra képezünk le, akkor az 0 és 255 közötti értéket tud felvenni. De még mindig jó, még jó, hogy a túlcsordulást kezelték, mert különben túlcsordulás az az, amikor egy adatnak a maximális értékéhez még valamennyit hozzáadunk, amit már nem tud ábrázolni, de a gép, hogyha csak nincs egy ellenőrző rutin beépítve, akkor elvégzi. Így jön létre az, hogy az a első látásra érdekes jelenség, hogy például egy szám, egy jókora nagy számhoz, ha hozzáadunk egyet, akkor valami teljesen aberrált mínusz értéket kapunk. Például 32.767 meg 1, az mínusz 32.768, ha a két bites értéken tároltuk. Ha valaki emlékszik Commodore 64-es időszakra, 38.911 byte volt alapból szabad a BASIC számára, és volt egy parancs, illetve egy függvény, amivel le lehetett kérdezni a szabad memória mennyiségét, a szabad BASIC memória mennyiségét, az a print fre zárójel nulla, és az, hogyha nem volt semmi program vagy változó a memóriában, akkor egy mínusz értéket adott ki. Eleinte azt hittem, még hetedikes koromban, hogy ne talántán hibásan, vagy valami bug van benne, és hibásan valósították meg a rutint. Aztán később rájöttem, hogy hát egész egyszerűen azért, mert ez a 38.911, illetve 909, mert amikor lefut maga a parancs, az 2 bájtot lefoglal. Viszont nem tudja ábrázolni, túlcsordul, és azért ír ki valami aberrált negatív számot. Na de ennyit a programozás elméletről, a többit majd a programozó péntekekbe. Ó, hát közben úgy elbeszélgettem az időt, hogy van még 2 villamosra idő. Abból az egyik legyen nagyon csúnyán menetrendtartó. Ötödik év végéig játszok, aztán akkor abba hagyom. Remélem tényleg rendesen felvette meg, lementette, mert ha nem, akkor... akkor szerintem ezután egy Xonotic menet következik. Nem tudom, ismeritek-e FPS? Na, az az a kategória, amivel viszont írtó ritkán játszok, tehát tényleg semmi bajom az FPS-ekkel. Vannak köztük rohadt jó játékok, csak nem az én stílusom. De azért néha feszültségoldásra jó. Egy-egy izmosabb munkanap után Nexvist vagy Xonoticot, ugyanaz a kettő, csak a Xonotic az egy erősebben továbbfejlesztett forkja. Azzal szoktam úgy néha nyomulni. Lehet, hogy lesz abból is majd játékmenet videó. Főleg, ha rá tudok venni valakit, hogy a szovjet bázisos pályán játszon, ami nem egy tipikus... nem egy tipikus FPS-es pálya. Mert ugye jellemzőjük ezeknek, mármint ez az az FPS, ahol
Tehát nem ilyen, nem taktikai meg stratégiai FPS, hanem ilyen aréna jellegű tulajdonképpen. Ahol vagy az a lényeg, hogy minél több ölésed legyen, vagy a, vannak különböző játékmódok CTF-nél, hogy az ellenfélnek a zászlóját megszerezd, persze közben, hogy agyon ne lőjenek. Na most az ilyen játékmódokhoz a kisméretű pályák azok, amik úgy igazán pörgössé teszik. Az a Red Star Republic nevű pálya, ami nekem egyik kedvencem, az viszont kifejezetten hosszú pálya, tehát mire, ha nem vagyok akadályoztatva és eljutok a ellenség bázisába, onnan az ászlót visszaviszem a sajátomba, az 15 perc. Na, ezért van az, hogy rohadt kevesen játszanak azzal a pályával. De, ki tudja, hát jó, botokkal is lehet, botok ellen is lehet játszani, szerintem az annyira nem az igazi, de elképzelhető, hogy valamikor lesz abból is gameplay. Na, villamoskám. Ja, hát közben elfelejtem, mondom én. Nem a férfiak erőssége a megosztott figyelem, ezt meg kell hagyni. Főleg én, ahogy bele tudok merülni, hogyha valamit magyarázok. Jó, ez talán már... Még egyet. Az is legyen csúnyán menetrendtartó. 370 000 pezót már összeszedett ez a vonal. De az egyes buszvonal a munkásjárat az... Ez az egyébként elég rövid járat, tehát egyetlen egy ilyen utca. És mégis ez az, ami a legtöbb bevételt hozza. És hol állunk? Ó, bőven átléptük. Közben lehet itt különböző statisztikákat is nézni. Eddig 27.131 utas utazott nálunk. És 57%-kal csökkentettük az autóforgalmat. Na ez az, ami itt Magyarországon soha nem fog... Ne, remélem nem soha. Környezetvédelmi szempontból mindenképp előnyös lenne, de amikor gyakorlatilag olyan színvonalú a tömegközlekedés, hogy lassan már tényleg csak az használja, akinek, aki rá van kényszerülve, tehát nagyon kevés olyan embert ismerek, akinek van autója, de önként inkább busszal megy, mert az környezetkímélőbb, olcsóbb, nem biztos, hogy olcsóbb. És hű, de praktikus. Hát, kevés ilyen embert ismerek, aki ezt mondja. De mondjuk azok után, hogy egyszer érdekességképpen középiskolás koromban összeszámoltam, hogy egy nap egy adott vonalon hány busz megy. Majd érdekességképpen rá egy 10 évvel ismét. És megdöbbentem, hogy pont fele annyi. Tök jó, nem? De, mondom, ez más tészta. Bár egy tömegközlekedési játékhoz pont illene, hogy beszélgessünk a tömegközlekedés viszontagságos helyzetéről. Viszont itt... mindjárt... Mindjárt lejár a 12. év, és azt mondtam, hogy addig játszunk. Fú, ott is 7-esnél 139, na. Még utolsó erővel egy... Nem szokásom ilyen rendszertelenül csak úgy oda... tenni.
Egy menetrend szerinti, meg két mentesítő. Közben csúszdáznak az élményfürdőbe. Mindig ugyanaz az ember, és mindig visszateleportál. Iskola. Autóba megy. Autóval megy, mert a jegyek túlságosan drágák. Na, ezt a kifogást is most olvasom először. Jó, mondjuk eddig annyira ezeket nem szoktam nagyon nézegetni. Itt már csak rövid. Nem nagyon rövid. Na, nézzük meg itt a... Nem a járművet akarom. Na, sikerül rá kattintani? Várjunk, itt nem lehet forgatni a térképet. Nem úgy néz ki. Várj, ez mi? Mindegy. Itt a megálló. Várakozási idő tűrhető. És itt? Várakozási idő nagyon hosszú. Itt is. Ha tovább játszanék, akkor ezeket most gőzerővel megpróbálnám normalizálni. Itt is drágálják a jegyeket. Megáll az ész. Hát akkor menj autóval, na. Ó, micsoda dugók. Igen, tehát azért lehetett volna átgondoltabban tervezni, de sietni kellett. Azt hittem, ezeket is meg lehet nézni, de nem. El lehet kalandozni közben a természetben. Amíg várjuk, hogy valami történjen. És hát... Vége a 6 évnek, nem történt semmi, akkor ezek szerint... Hát nem tudom, hogy azt a másikat, hogy vesztettél, azt miért írt aki. De ez kell kilép. El lehet menteni a játékot, folytatni is lehetne. De én itt most abba hagyom. Remélem ezentúl több videó fog kikerülni. Terveim már vannak, hogy mit kéne. Lehet, hogy ezt is folytatni fogom. Itt még csak ide kerülünk ki, és nézzük meg. Körkhem városa már elérhető. Na, ez lesz majd a következő. Most mindjárt lépek, de azért ezt még nézzük meg. Kicsivel több lakosú. Noha a külváros hat toronyháza nem szépíti a település arculatát, számodra minden bizonnyal jó kiindulási pontként szolgál a jövedelmező autóbuszjáratok kiépítéséhez. Itt már 8 éves a küldetés. A lefedettség, ahogy nézem, az primitív, az simán megvan. Hát az el... lakosságszám... az előbb mennyi volt? 3700, itt 5100. Lakosságszám majdnem a duplája. És kétszer annyi év alatt kell kétszer annyi pénzt összelapátolni. Szerintem nem lesz nehéz. De most akkor... legyen elég ennyi. Akkor köszönöm a figyelmet. Sziasztok!